Ebben a rövid videóban az AutoCAD felhasználói felületével fogunk megismerkedni. Ma már kétféle elrendezés található az AutoCAD-ben. Van a régi felület, a klasszikus AutoCAD felülete, amelynek a képe látható most a monitoron. Valamint van az Office 2007-ben bevezetett szallagos felhasználói felület. A klasszikus nézet elrendezése jól látható ezen az ábrán. Fölül látható az általános menüsor, utána a központi eszköztár, majd az objektumok tulajdonsága és azoknak az eszköztárai voltak megtalálhatóak. Bal oldalt a rajzolás segítő, jobb oldalt pedig a módosító eszköztárok helyezkedtek el. Középen volt a rajzterület, a modelltér, amelyben dolgoztunk. Majd a szárkereszt a grafikus kurzort szépen mutatja az ábra. A bal alsó sarokban alapvetően a koordináta rendszer volt megtalálható. A képernyő alját a koordináta értékek, a parancsor és az állapotsor töltötte ki. Az AutoCAD 2009-es verziójától kezdve viszont bevezették az Office-ba bemutatkozó szallagos felhasználói felületet. Ennek a képe itt látható. Alapvetően a szallagos felhasználói felület bevezetésére azért volt szükség, mert rengeteg új funkció jelent meg az AutoCAD-be, és a hagyományos menürendszerre már nem lehetett áttekintető struktúrába szervezni ezeket a parancsokat. A szallag, mint felhasználói felület feladata az eszközök egységes és helytakarékos elrendezése. Három fő fogalmat kell elsajátítanunk, megértenünk, hogy könnyedén tudjuk használni ezt a felületet. Először is a szallag fülekből áll. A fülek panelekből, a panelek pedig az eszközöket tartalmazzák. A szallag az aktuális munkaterületen végrehajtható műveletekhez biztosít egységes, helytakarékos felületet. Ez szükségtelenné teszi több eszköztár megjelenítését és csökkenti az alkalmazás ablak zsúfoltságát. A szallag a lehető legnagyobb munkaterületet tudja biztosítani azzal, hogy egységes és helytakarékos felületet biztosít a felhasználó számára. Sok kritikát kapott, amikor ezt bevezette az Autodesk, de ennek a sok kritikának az alapja az volt, hogy újra meg kellett tanulni, hogy mi hol van. Aki ezt megtette, ezt a tanulási utat már megtette, az ma már sokkal könnyebben el tud boldogulni az AutoCAD menürendszerében, mint a régi klasszikus nézetnél. Természetesen azért, hogy ne veszítse el az AutoCAD cég a régi felhasználó kegyeit, a klasszikus felhasználói felületet is elő lehet csalogatni. Ezt mindjárt be is mutatom az AutoCAD rendszerén belül. Alapértelmezésben a szallagos felhasználói felülettel indul el az AutoCAD számítógépes program. Itt látható maga a szallag, ami fülekből áll. Ez a kezdő lapfül, mellette a beszúrás, majd a feliratozás és így további fülek találhatóak. Mindegyik fül paneleket tartalmaz. Itt például a rajzolás panel látható, amely a rajzparancsokat vagy eszközöket tartalmazza. Ahol lefelé nyílat látunk, ott ráklikkelhetünk a nyomógombra, és további parancsokat, funkciókat tudunk elérni. A szallag filozófiája az, hogy a leggyakrabban használt utasításokat, parancsokat a legnagyobb ikonnal jeleníti meg, azokat az utasításokat, funkciókat, amelyeket meg csak néha napján használunk, azokat elrejti a felhasználó elől. Ezért meg kell tanulni a szallagnak a működését. A klasszikus felhasználói felület előcsalogatható az AutoCAD rendszerében, ehhez menjünk az ablak tetejére, és a legördülő menüből válasszuk ki a klasszikus AutoCAD nézetet. Ilyenkor a rendszer átrendezi a felületet a klasszikus AutoCAD felületének megfelelően. Tehát itt a rajz létrehozó eszköztárak jelennek ki meg, itt pedig a módosítók. Majd a parancsor bekerül ide alulra, és szépen a rajz segítségek is megjelennek. Vissza következőképpen mehetünk, válasszuk ki a rajzolás és feliratozás menüpontot. Ilyenkor láthatjuk, hogy a parancsor, ami középen helyezkedik el, beszűkül, kisebb területet foglal el. Majd itt alul legtöbbször ikonos nézetben láthatjuk a rajz segítségeket. Ahhoz, hogy a régebbi elrendezést elő tudjuk csalogatni, klikkeljünk rá valamelyik ikonra, majd vegyük ki a pipát az ikon használat mellől.
Ebben a pillanatban a régi nyomógombos elrendezést tudtuk előcsalogatni. Ha valaki a parancsot a régi elrendezésbe szeretné használni, azt is könnyedén megteheti. Csak fogjuk meg itt a pontoknál a parancsot az egér bal gombjával, majd dokkoljuk a képernyő aljára. A parancsor nagysága is beállítható. Vissza is tehetjük természetesen, fogjuk meg és helyezzük el középre. Az AutoCAD kezeléséhez alapvetően billentyűzetre és mutatóeszközökre van szükség. Parancsot mutatóeszközökkel, billentyűzettel és ezek kombinációjával tudunk kiadni. A CAD programok használatához különösen fontos a megfelelő minőségű pozícionáló eszköz, egér vagy digitalizáló tábla. Használjunk infra vagy lézersugaras egeret, minimum két gomb plusz egy görgő. Az egér aktuális pozícióját és az éppen végrehajtandó parancsot az egérmutatók jelzik a számunkra. A legfontosabb billentyű parancsok. Parancsot mutatóeszközzel, billentyűzettel és ezek kombinációjával tudunk kiadni. Az Enter a parancs elindításáért felel, majd annak lezárása és megismétlése a fő feladata. Az Esc kilépés bármilyen parancsból. A Space pedig az utoljára kiadott parancsot ismerti meg, vagy éppenséggel a futó parancsot zárja le. Ezt a három billentyűzetet mindenképpen meg kell jegyeznünk, hiszen ezek segítségével tudunk hatékonyan dolgozni az AutoCAD rendszerében. Az AutoCAD egy parancsor által vezérelt CAD rendszer. Feladata a parancsornak az, hogy az ember és a gép közötti kommunikáció biztosítja. A parancsor képernyő alsó részén található szöveges mező. Itt kommunikál velünk a program, és ide lehet begépelni az utasításokat. Nagysága tetszés szerint beállítható, alapértelmezés szerint a klasszikus CAD-ben három sort foglal el. Teljes nagysága is hozható az F2 funkcióbillentyű lenyomása mellett. Egérkezelés. Parancsot, ugye, ahogyan említettem, mutatóeszközökkel is ki lehet adni. A bal egérgomb alapértelmezés szerint a rajzelemek kiválasztásáért vagy adatbevitelért felel. A görgő vagy középső gomb a nézet eltolásáért felel, a pen funkciót tudjuk így elérni. A görgő előre vagy hátra a görgetésével nagyítani vagy kicsinyíteni tudjuk a rajzteret. A jobb egérgomb pedig a parancs lezárásáért felel, valamint a helyi menü előhozataláért. Mielőtt ezeket a gyakorlatban is megnéznénk, fontos, hogy megismerkedjünk az egérmutatók egyes állásaival. Az éppen végrehajtandó parancsot az egérmutatók fogják jelezni a számunkra. Normál állapotban a szárkereszt és a céldoboz együtt látszik a modelltérbe. Kijelöléskor csak a céldoboz, ez a pici kis négyzet fog megjelenni a felhasználó előtt, ezzel jelezve számunkra, hogy egy rajzelemet vagy rajzelemet csoportját kell kijelölnünk. Adatbevitelkor a céldoboz nem látszik, csak a szárkereszt. Ezzel azt üzeni az AutoCAD, hogy most vagy begépelünk valamilyen koordinátát, vagy az egérrel fogunk a modelltérbe klikkelve megadni egy koordinátapozíciót. Törlés. A rajztérben létrehozott objektumokat a radír segítségével törölhetjük ki. A radír parancsot a delete billentyű lenyomásával is elérhetjük. Fontos, hogy az objektum kijelölve legyen a törlés előtt, hiszen csak kijelölt elemeken tud lefutni ez az utasítás. Azaz az Enter, a Space és az Esc billentyű mellé a del billentyűt is jegyezzük meg, ennek a segítségével tudunk könnyedén törölni rajzelemeket a modelltérben. Az elmondottakat most az AutoCAD rendszerében fogjuk megnézni. Látható, hogy a szárkereszt normál állapotban van, hiszen mind a szárkereszt, mind a céldoboz egyszerre látszik. Ha most lenyomnám az egér bal gombját, akkor megjelenne a kijelölő doboz, azaz ki tudnék jelölni rajzobjektumokat. Ha rámegyünk most a kezdőlap rajzpaneljára, és megnyomjuk a gombot a vonal parancson, akkor megváltozik a szárkereszt. Nem látszik már a céldoboz. Ki is írja az AutoCAD, hogy adjuk meg az első pontot. Vagy begépeljük ide a koordinátát, vagy az egér bal gombjával megadjuk azt grafikusan a modelltérben. Egymás után több pontot is megadhatunk.
Mint mondtam, az AutoCAD egy parancsvezérelt CAD rendszer. Ha most megépenem a parancsolba azt, hogy radír, és ütök egy Entert, akkor azt kéri tőlünk, hogy válasszuk ki a törlendő objektumot. Meg is jelenik a céldoboz. Csak a céldoboz látszik. Mindig ki kell jelölnünk ilyenkor rajzelemeket, amikor a kicsi négyzetet látjuk magunk előtt. Megadjuk az első, második, harmadik rajzelemet, majd lefogjuk az Enterre zárni a utasítást. Ilyenkor a rendszer kitörli a három rajzelemet, és látszik, hogy az egérmutató újra normál állapotban van, mind a szárkereszt, mind a céldoboz látszik egyszerre. Természetesen van undo, redo funkció, és ha megnyomjuk a visszagombot, megjelenik a három vonal rajzelemünk. Ha lenyomjuk az egér középső gombját, a görgőt, akkor megjelenik egy kéz. Ez a pen funkció, ezzel tudjuk eltolni a nézetet, rajzunknak a nézetét. Ha belegörgetünk a rajzba, akkor nagyítunk, ha hátrafele görgetünk, akkor pedig kicsinyíteni fogunk. Tehát ez a pen és a zoom funkció nagyon kényelmes rajzolás közben. Ezeket a funkciókat, mint a penet, mint a zoomot, rajzparancs futása közben is tudjuk alkalmazni, tehát most fut a vonalrajzolás utasítás, és bele tudunk nagyítani a rajzba, kicsinyíteni tudunk, majd a görgő lenyomásával penelni. A futó parancsból, ahogyan mondtam, az ESC billentyű lenyomásával ki tudunk lépni. Ha most leütöm újra a space-t, akkor az utoljára kiadott parancsot el fogja indítani az AutoCAD. Ha pedig lenyomom a modelltérre tetszőleges helyén a jobb egérgombot, akkor a helyi menüt tudom előcsalogatni. Alapvetően ezek az alapfunkciók, amelyekkel meg kell ismerkednünk, és ha elsajátítottuk őket, akkor már el tudunk navigálni az AutoCAD modellterében.